megnézzük akkor ezt a transport békont is, hogy működik-e. Szólj, ha osztod. Megvan, akkor gyerünk. A2. Nesze nektek, nem jó a trade. Két pliót most keresek rinyen vele. Nem jó, így kell. Így van, legegyszerűbb. Érdekes, egy Quantum Beacon ott van, ott 34 méterre, ahol állsz. Neked nem mutatja? Ott ahol volt a irány. Nekem téged mutat. Nekem, ahol te pont akkor álltál, ott 63 méterre látom a Quantum Beacon-t. Elkészült object complete. Felvettelek. A drop off, Savarius 67, és mutatja, hogy Green Max. Tudja, még ki se kell jelölni... Bocsi. Tudja, még ki se kell jelölni, hogy ezért hova kell ugrani, csak elég ránéznem. Aha. Az kívül jó. Már nyilván a kontúrt bekapcsoltam, de egyből lehetett ugrani. Újra vannak OM pontjai. OM1-es. Mondjuk azért arra ne vegyél mérget, hogy a katerel nem javítottak, mert múltkor sem írták bele, hogy valamit csináltak. Aztán valamit meg mégis csináltak. Hát igazából pont ezért kértem tőled pénzt, menjünk lesz ki, rossz veszünk katert. Oké.
De van nekem, odaugrok, hogyha kell. Azért nem kevedetek. Ja, jól, úgy is akartam, tehát ez nekem mindenképp. Ja, van, ha gondolod. Ha lehívom én nektek, aztán csapodhatjátok be. Azért nem külön. Tudja, kérdeztek a beleszállást? Vagy nem ülsz bele semmibe? Jaj, tudja, nem tudom, hallottál, vagy nem ülsz most a toronyba, vagy valahol? Nem. Nem? Akkor mindegy. Nem? Hát csak ma akkor tudtam, hogy leszáll a segédig kérni, azért azt akartam. De mindegy. Érek én, hová üljek? Már mindegy, megkértem. Ezzel kérdeztem, hogy benne ülsz-e valahol, mert ugye... Nem. Akkor egyből tudtuk volna. És kész is van. Na, fasza van, 6 millió. Na, akkor menjünk Lepszkire. Oké, öreg? Na, megvan. Persze. Aha. Már fel is szálltam. Object pit drop, drop off. What? Most várjál, most akkor megvan a lóvé, vagy nincs? Az előbb már láttam az akuntomon. Most mennyi van? Van 6 millió, akkor jó, akkor megvan. Érdekes, a küldetés viszont utána dobódott, mert nem szállták ki a hajóból. Kiírta, hogy vidrom, mert nem teljesítettem, hogy téged kidobjál. Érted, tatya? Ja, bazd meg, nem nyom a gombot. Tudja, a küldetés viszont dobódott utána, mert hogy nem teljesült, hogy, hogy kiraklak. De én kiszálltam. Ja, érdekes, ezért pedig azt írta, hogy vidrav. Ja, akkor most te vagy a hajómon? Most visszajöttem már. Ja, jó. Kiszálltam, lenyitottam a H-seggét, kiszálltam, visszajöttem, és most a toronyba. Akkor jó. Akkor ugrok Lepszkire. Amúgy sem voltam még ott se. Most így ezekben a pecsekben. Ja, amúgy tényleg a Cutlass, hogyha le van fordítva ajtóm, ő alig megy. $22,800,000-re kell mennünk. Tök jó, amúgy akkor működik a Transport Bacon is. Tök jó, hogy működik a Transport Bacon is. Halihó. Halihó. Csá, fesz. Na, akkor már ma rendben vannak a szerverek. Úgy tűnik. Hát úgy tűnik. Fél három óta fel vagyok. Egy szerveren vagyok azóta, hogy se crash, se semmi. Így lekopogja. Jó, az FPS, nincs lag. Működik a Transport Bacon is. Lehet egymást akkor zsó. Arkort az hogy mi? Arkort már be lehet jutni meg ki? Hát az múltkori pecsbe is ment. Nem, mert két ajtó volt. Na azt figyelj! Nem tudom, te kipróbáltad, de egyszer nem futottuk bele a bajbába.
Tudod mi volt az? Megvártad, míg elment az egyik ajtó, vagy de az izé, és ott volt a másik beleüté. Én most itt vagyok a harmadik napi pont. Igen, igen, ez így van. Na, de én nem futottam bele például. Nekem nem hozta ezt a hibát. Nekem végig jó volt a tranzit. De úgy értem, egész végig. Egész végig jó volt nekem. Én például ezt nem tapasztaltam. Azon a napon, amikor toltam, akkor nem is tudom, két-három napja, már nem emlékszem mikor, akkor tudja, hogy izé. Az volt a baj, hogy egyszerre ment mind a kettő, tehát nem, még azt sem tudtam, csak az volt nekem. Én olvastam, hogy írtátok, direkt azért is mentem, mert megnézni, és nem tapasztaltuk. Hát, meg akkor jött az izé, miután elmentem, utána pár perc jött. Ja, öreg, tudod, akkor voltam, akkor játszottam én is. Én a következő percsel játszottam már utána, hogy így van, mert elmentél. Ja, mert én elmentem, tudod? Ja, tényleg, igen. Ja. Time is out volt, ne? Igen. Ja. Na, tehát ott, onnastól kezdve én nem tapasztaltam ezt. Na, nagyon frankó. Én meg már itt vagyok harmadik napja, izé, arkor pont, semmi gond. Most azt mondják, hogy Norvénnel agyonlőnek. A videót is láttam, de csak az NPC-ket lövik, nem? Előző bipecsben az volt? Nem tudom. Talált téged is, hogyha nem kuszott a csók alatt, egy másik videó. De nem ráelő. Tehát olyan az a dolog, hogy lövő LPC, tehát nyilván nem rohannak bele a lővonalba. Tehát nem alapvetően rá céloz. Az előző bipecs is volt. Ja, ott kúszik közöttük. Mm. Tehát akkor nem té, akkor magyarul nem te rád lő, hanem ugyanúgy az NPC-t lövő. Az a tele pipecsben is benne volt. A Svertivel mi is tapasztaltuk. Viszont az könnyű volt kikerülni. Aztán most törlök egy user mappát is kivételesen. Minden egyes pecsel kell. Nem szoktam ilyen... Csak elkezdek fagyni vagy valami. Egyéni mindenki? Tudom, hogy kéne. Na, akkor viszont hamarosan vagyok. Jó. Azt nem értem, hogy miért nem volt vibe. Hát nem volt nagy. Miért legyen vibe? Nincs. Benne volt a patch note-ból, nem volt. Jajaj. Kettő patch ezelőtt viszont volt vibe, srácok. Csak akkor ti még nem voltatok benne. Evo, mi voltunk le vibe-oltatva. Nem érte volna a veszteség a hazát, csak ugye most megkapta mindenki. Na, 7 és fél minőtt, hogy ott vagyunk. Viszont ez ilyen jó stabil marad, akkor érik a live. 10. live. Reméljük. Én azt se tartom kizártnak, mondom, hogy free flight is csinálnak meg. Hát lehet, hogy is mondom, hogy azért mondom. Na, itt az hardcore hit dupla vonat. Megint. Nem tudom még, én azt nem láttam még azt a hibát. De nem is akarom. Quantum drive is now off. Ott egy harb, ott hogyha látod, ott van Dál, mi ez? Driolus, egy harbingerre.
járműveken már többször észleltem, már az NPC-k is faszán utaznak és üldögének szépen eljutni. Na igen, azt már én is láttam Lorvén, hogy ott vannak az NPC-k a vonatonyája. Meg itt Areában is. Nyomkodják a nem létező mobiglasszukat. Ja. Hova tűnt Rich? Nem tudom. Hát csak pittyent, egyet is elhalt. Cső. De vibrál. Nektek is vibrál? Nekem nem. Neked nem? Vibrál. Nem tudom, mi vibrál nektek. Hát a sziklákban. Nem, én nem látok ilyet. Nekem nem meg. Látom, hogy melyikbe kértél. Jó. Felvettétek már a címbire? Nem vagyok benne biztos. Szerintem igen. Én lehet még nem. Ja, hát ideig nem jelentél meg, addig azokat vettem be, akik itt voltak. Fölvettelek. Ja, igen, az így van. Az igen, az nekem sem ment, ugye. De az kb. Sem még hajóba. Vonatoztam oda-vissza egyet, az első körbe kaptam dupla vonatot, most másodiknál már nem. Touchdown! Na, mondtam már touchdown. Ilyen vagy-vagy hiba. Hm? Na, valószínűleg én is pont ilyen kört fogtam, hogy nem volt baj. Basszus, nekem nincs berűs. Én tudom, hogy nem adtam hozzá mégis. Engem látsz is, mert én hozzáadtalak elvileg. Téged látok is. Hát akkor rámész, akkor elvire be tudsz jönni hozzá. Itt meg majd ide bent én is hozzá tudlak annak. Oké, csak én felvettem mindenkit, meg újra indítottam. Ja, próbálj meg akkor rámézni. Még FS-t is felvettem. Én azokat adtam hozzá, akik voltak mostanában. Azt tele vagytok. Az nem csinálom. Teljesen jó szere. Nyomkod én is, mikor jöttem be én is, már nekem is azt mutatta, azt egyszer csak lett egy hely. Na, akkor veszünk egy Caterpillát. Rendben. Eltűntök, át leszem alul, hogy meddig bérelhet. Akkor örökre megkaptad. Hát mert hamarabb lesz lány. Nem, ugye kibéreltem 3 napra, eddig ment a számláló alatta, és most eltűnt a számláló. Akkor majd van. Elvények. Muszáj elmenni vele, mert klémelődik. 7,5 perc a Kater. Ennyi időm neked. Te jössz, hogyha vagy nem akar? Nem, ennyi is.
milyen erői összege van egy Greyketnek, 5000 AU-ért. Néztétek most, hogy a Cutlassnak is, meg a... izének is? Paternak, hogy milyen fekete az ajtaj. Mint ha nem lenne ott semmi. Igen. Messzebbről. Azt jó pár hajónál volt ilyen. Igen. Mint ha nem lenne neki grafikája, vagy mit tudom. Közelről megnézed. Szerintem árnyékolásaiba. Na, 4.686 ezerén megvettem. Bejövök a Cutlassba és tudom, hogy mi a furcsa, hogy van benn világítás alap. Nem egy döksötét. Valószínűleg ilyeneket észrevesz az ember. Ha? Pedig mikor volt már Cutlassom utoljára? Menj be az Aquila-pilóta fülkébe, utoljára tavaly volt kivilágítva. Hát a Koniba sincsen a izébe, mert föl kell kapcsolni nevű. Az Andromédába is. Ha nem, Andromédának világít kéken a székei meg ilyenek. Aquilában még az se. De amúgy átmész a középső izébe, hogy le kell menni a lift alatt, hót sötét volt. Ha csak meg nem csinálták, mert 3-6-ban még sötét. Mit mondasz erre, tudja neked, van? Nem figyeltem, micsoda? Mikor fölmész az Andromédába lifttel, hogy ott van-e fény? Kék. Kék fény van. Kék fény van. Mert 3-6-ban sötét volt ott. Nem tudom, én úgy emlékszem, hogy kék volt annak mindig. Az Andromédában volt kék. Nem sok, de ilyen, hogy mondjam, a háttérvilágítás szerint. Na, Totya, 79.500-at költöttem. Tehát gyakorlatilag 80.000-re, 500 ilyen. Vettem karcot, akkor üresen nem menjünk már vissza. De arra a 18-ban megszüntették a kiszállós izékot? Hangár. Ne, nem tudom. De azért most a Cutlass-szal is a fölszáll, és mindig kérdezik. Én mostanában szerintem már 3-6-ban se volt ilyen beszállós hangár. Nem emlékszem ma. 3-asban. Vagy ne szállj fel, amíg ez egy kéne megvenni az első tornyot. Jó. Be. Nagyon nem van még mindig a jó. Szikrázik is, ahogy lejelöli. Az hozzátartozik a katerhoz, hogy... Ja, értem. A press feature. Így van. A lángbög a szikra, az hozzátartozik. Hello and welcome aboard your Drake Interplanetary Craft. Your systems are online.
Oké, áram alatt a hajó. Feltalálszod ott, hogyha? Hát, a faszom. Azaz. Azaz. Látom, megvan a folyosó. Persze. Csak egy kicsit tévedtem meg. Na, eddig felvisz. Nem az volt utoljára baj, hanem hogy ellentétes volt az irányítás, meg a torony forgott, te nem. Most is megvan. Aha. Most is megvan. Ja. Én forgok a torony. Aha, akkor csak az alsó működik, jó. Hasít a kater. Csapja lovat közé. Lol. OM5-re kell ugrani. Jó kis Caterpillar, de rég voltál már. Contribution-ek között benn van ez a idő? Hát lesznek, hogy benn maradom abba a cockpit. Gondolom már régóta, mi? Mi van? Megnyitod a mapot. Ha a Cutlass cockpitje benn marad a mapon háttérve. Ja, nem tudom. A... ezében nekem nem nagyon szokott vele problémám lenni. Meg kell nézni, csinálok egy képet, maximum csinál róla az ember egy kontribúcsot. Már szerintem nem egy game break dolog. Hát a kurva zavar. Hát nekem az zavar, hogy például a toronyban csak fél nyitja meg a mobiglaszt. Na, az zavaró. Na, megyünk, totya. És látod, egyszer sem szedtek még ki. Szerintem most ki van véve. Nem öreg? Nem nincs itt, hogyha? Hát, ja, nem tudom. Itt vagyok. Közben a cigarettámat tettem a másikat töltőre. Vannak olyan pontok, haza? Vannak. Mi dolgok? Hát lesznek ez a Tamagotchi hangzása. Ijú, ijú. Na. Még füstölök én is egyet, hogyha. Jó. Bár szerintem hamarabb odaérünk, mint amely, hogy elszívott cigit napja. Hova haladtad? Ki tudja.
Nem tudom, hogy hova indul. Végtelenbe és azon is túl, mi? Ja. Ahogy a Toy Story-ban mondta, izé. Nem. Jaj, beszavultam az ágyba. Na, hadd itt dobok egy sárgát, én is. Pont visszaértem. Aj, a kurva anyját, azért szép az a kart lesz. A Caterpillar, na, az szép. Hát ez a maga nem éve, ez a médium hajóként. Valakinek meg az nem tetszik, amúgy nekem is bejön, de valakinek meg amúgy az nem tetszik. A jelenlévő médium hajók között, ami izé van szerintem. Hát figyelj, a Sabra is az, meg a izé is, a Super Hornetek. Az is médium. Hát de ez nem olyan, ez ilyen szállító. Hát jó, igen. Is, meg... Na, igen, azok harci gépek. Úgy mondom, hogy több funkciós, na akkor azt mondom neked, hogy szép is, meg kicsit hasznos is, meg mit? Hát várja, mi van még médium? Hát a, ezért Cutlass-ek. Ó, Cutlass-ek, mi a faszom, a freelancerek. Az ilyen a frici, de hát a frici az hát nem az szép, azért a Prospector az az. De a többi, épp azt beszéltük már a Totyával, hogy miért nem olyan összes többi hajójának a dizájnja van Missnek, mint a Prospector. Na most ugye itt lenne a Mercury, azért mellé raknám, akkor már mindjárt tudnám, hogy azért nem is annyira. Ne igen, na igen, valahogy úgy. Mert akkor mondanám, hogy... Úúúú, Totya! 890-nel megyünk. Figyeld, hogy elhúztunk P.O. mellett? Akkor leblokkolsz, úgy le lehet, hogy beülsz, és akkor utána én utána ülök le. Úgy működik. Hát az szokásos, azt nem javította. Amúgy, ja, alig hallak. Oké. Na, mobil glasszom, kértem beszállást. Már adott, elég jó messzi vagyunk pedig. Túlszálltunk, mint a 890-en majdnem beleszálltam. Akkor szóljál közelebb.
Körülbelül már lehet szerintem. Kérheted? Na és most értünk be a offline weapon zónába. Ja, de le kell ülnöd a hajóba, különben nem is kapsz. Most már leülhetsz, azt kérhetsz, aztán felállsz. Vagy várjál, kiszállok a székből, ülj le. Úgy ne. Na most kérje. Úgy nem tudsz, hogyha nem ülsz benne valahol. Micsoda? Aha, ott van. Előttem. Hát ez eddig is így működött, hogyha tudsz kérni, de mindig benne kell tűnni, vagy toronyba, vagy pedig a hajóba valahol le kell ülnöd. Különben nem kapcsolódsz a hajó rendszeréhez. Most lékelték be Citizen Conan karakka együtt a Pyro nevezetű System következő, az lesz a következő. Ezt tudtuk, kb. Erről már volt hírja. Én is erre tippeltem, hogy az jön vele. Jaja, és már lékelték is. De jó lesz, jön a karak. Nagyon durva. Oké, hogy üres rendszer szinte, de akkor is pasz meg. Bemegyünk és semmi nem lesz ott. Na, itt vagyunk, hogyha. És figyeled, Totya? Totya, is figyeled? Nem tűnik fel valami, amikor felszaladsz itt a katerban, meg amikor leszaladsz? Na? Valami feltűnik? Persze nem tűnik el itt. Na igen, tehát egybe rakták a katert végre, geci. Ezt is megéltük igen. Másfél év alatt. Tudod, nem szakítja kettő, hogy nem tűnik, hogy ilyen, nem lesz ilyen fekete izé. Sőt, ahogy felmész a létrán, ott sem tűnik el a hajónak az ötlet. Viszont ebben mindig nem csinálták meg, lehet, hogy sötétek a kijelzők. A pirata katert pillanatban ezek működnek. Azt szerintem feature. Tudod, lehet, hogy most így ezt megcsinálták, azért nem működik az első torony. Ja, lehet. De tényleg azóta nem megy. Az meg egy kurva alacsony. Nagyon lemma, hát nézd meg, szinte leér a földre az alsó torony. Amúgy szerintem az van, hogy jobban lemannak a lábak. Változtattak a szögem. Szerintem jobban leereszkedik a hajó. Igen. Azért nem nyílik le teljesen róla. Nem, kipróbáltam múlva. Ott a sok kvarc. És milyen jó, majd nem lehet ellopni a katerpillát. Bazd meg, arra is mennyit kell várni. Most cserébe lehet lopni a fricit. Na, megyek eladom. Akkor 79.500-at mondtam. Hát srácok, ez teljesen stabil. Fél három óta benn vagyok és gyönyörűen fut a játék. Hát olcsmány mód stabil, de hogy ez bazdmeg, hogy tudták így megcsinálni két nap alatt? Hát mert hétvégére tudja, hogy az volt, hogy benhagyták, hogy összegyűjtsék a milliárd információt. De gondold el, mennyit crasheltünk. Ja.
ez amúgy szokásos a cégnél, hogy hétvégére berakja, addig gyűjti az információt, azt addig iszi a mennyiségű arat össze. Azt abból tudják utána javítani, hogy mi az, ami nem jó. Nem is az, akkor milyen gyorsan megjavították akkor. Mert direkt rakták bele. Na, 70... Hát igen, Totya, ez az. Nem lehet vele, tehát a trade-et azt hanyagolja mindenki. A kvarca 79.500-et töltöttem, és 83.000-ért tudom eladni. 3.000-et nem keresek Caterpillar. Teli SCU-val. Még a gyémántot megnézhetünk. Nem is tudom, Jodó mondta, hogy ugyanannyi bal... Én Arkorpon vettem valán, és ugyanannyi. Igen, nagyon kicsik a kulcsok, nagyon kicsik most a keresési arány. Tehát ez a patch úgy néz ki, hogy nem arról szól, hogy trédeljünk. Na, végül is jó van, szuper, ez is megvan.